Dr. Sós Kálmán, a főiskola rektora. Dr. Bartács Jenő rektorhelyettes. Dr. Csernicskó István rektorhelyettes. Orosz Géza rektorhelyettes. Kohut Attila kollégium igazgató. Répás Ildikó könyvtárigazgató. Pallai Ferenc, az informatikai központ igazgatója. Füzesi Otília főkönyvelő. Dr. Keresztény István, a pedagógiai és pszichológiai tanszék vezetője. Dr. Molnár József, a földtudományi tanszék képviseletében. Dr. Csatári György, a történelem és társadalomtudományi tanszék képviseletében. Lizát Katalin, az angol nyelv és irodalom tanszék képviseletében. Nánási Antal, a hallgatói önkormányzat elnöke. Dr. Nagy Petronella konzulasszony, a Magyar Köztársaság Beregszászi konzulatásának képviseletében. Dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese. Dr. Nagy Melinda, a Seje János Egyetem tudományért és akkreditációért felelős rektorhelyettese. Dr. Szarka László, a Seje János Egyetem dékánja. Dr. Kövecses Zoltán, az ELTE amerikanisztikai tanszék képviseletében. Gulácsi Lajos püspök, Pendász Dániel esperes, Bohán Béla plébános, Revák István, a Kárpátaljai Megyei Adminisztráció nemzetiségi ügyekosztályának vezetője. Kovács Miklós, a KMKS elnöke, megyei képviselő. Milován Sándor, a KMKS alelnöke, megyei képviselő. Gulácsi Géza, a KMKS elnökségi tagja, megyei képviselő. Csizmár Béla, a Beregszászi járási tanács elnöke. Sín József, a Beregszászi járási adminisztráció alelnöke. Barta József, a Nagyszőlősi járási tanács alelnöke. Korkai Sámuel, a KMKS Beregszászi városi szervezetének elnöke. Kérem, énekeljük el nemzeti imádságunkat, majd a thank you.
vendégek, szülők, kollégák, kedves végzősök! Vannak olyan helyek, helyzetek, ahová az ember hétköznapi magatartásával érkezik meg, körülnéz, megnyugszik, ismerős neki minden. A mai helyzet, a mai nap azonban nem ilyen. Erre nem érkezhetünk egykedvűen és könnyedén, és nem csak az impozáns helyszín miatt. Ma ugyanis tanár, diák, szülő ünnepelni jött ide, elsősorban a tudás ünnepét, hiszen a mai tanévzáró keretein belül többféle képzési formában 348 hallgató jut különböző szintű a tudást elismerő oklevélhez. Minden híresztelés ellenére, még ha a mindennapi tapasztalat nem is ezt mutatja ebben a nagy térségben, úgy gondoljuk, a jövő tudásközpontú társadalmában a szellemi kincs a legfőbb érték. Ezért a kiművelt fők sokasága az igazi nemzeti vagyon, ebből kifolyólag a legjobb befektetés, a tudás gyarapítása és terjesztése. A nemzeti vagyon megteremtésének ünnepi pillanata arra is alkalmas, hogy visszagondoljunk a megtett felkészítő útra, amelynek során főiskolánk végzősei szellemi táplálékhoz jutottak. Nekem itt most az a feladatom, hogyha vázatosan is, de ismertessem azokat az eredményeket és erőfeszítéseket, amelyek részben közösek, részben pedig elvezettek minket odáig, hogy megint többen diplomával a kezükben, friss lendülettel hozzáláthatnak hivatásuk gyakorlásához. Természetesen nincs itt terünk, hogy megvonjuk a végzős hallgatók által a főiskolán eltöltött évek mélegét, erre egy másik fórum illetékes. 2009 nyarán különböző képzési formában a főiskolán 935 hallgató számára ért véget a tanév. A képzésben 591 nappali tagozatos, illetve 344 levelező tett eleget a követelményeknek. A mai napon intézményünkben 67-en vehetnek át államilag elismert egyetemi szintű oklevelet, 281-en pedig bachelor szintű diplomát, ezek között 4 kitüntetéses, 3 angol és egy történelem szakos hallgató. A tanárképzés mellett a főiskola keretein belül működő felnőttképzési központ különböző pályázati programok, nyelvképzések, turisztikai, egészségügyi és szociális segítő, EU ismeretek, LCDA projektmenedzser eredményeként ebben a tanévben 528 személynek biztosított lehetőséget, hogy tudásukat fejleszték, és ezáltal jobban érvényesítsék képességeiket a munkaerőpiacon. A május végéig tartó képzések döntő része az emelt szintű érettségi kapcsán szerveződtek, amelyre mintegy 400-an jelentkeztek be. Jelzésértékű a végzősek tekintetében, hogy a körükben készített felmérés szerint döntő többségüknek már van állása, végzettségüknek megfelelően itthon igyekeznek elhelyezkedni, illetve folytatják tanulmányaikat. Emellett a tudományos munka iránti érdeklődés is tapasztalható, főleg a magyarországi PhD képzés a népszerű. Munkánkat minősíti, és büszkék vagyunk rá, hogy egyik végzős diákunk, Nagy Enikő, angol történelem szakos hallgató, első helyezést ért el a Magyarországi Tudományos Diákköri Konferencián, és az OTTT Prosciencia aranyéremmel tüntette ki. Molnár Anita ugyancsak végzős, magyar történelem szakos hallgató, ugyanott harmadik helyezett lett. Tegyük hozzá, az elmúlt tanévben egy korábban 2003-ban végzett angol történelem szakos hallgatónk, Szimko András, az ukrajnai oktatási, a Tudományos Minisztérium által meghirdetett vetélkedőnk Kárpátalja legjobb angol tanára lett, és erősítette pozíciónkat a felsőoktatási intézmények között, hogy kézilabda csapatunk megnyerte a megyei egyetemek és főiskolák bajnokságát. Apró, de fontos lépések ezek az intézményépítés tekintetében. Mindezek természetesen elképzelhetetlen a tárgyi és szellemi feltételek, az oktató és nevelői háttér megteremtése és fejlesztése nélkül. Több mint 100-an vesznek részt ebben a nemes munkában, tanári és nem tanári állomány, főállásúak és részállásúak, illetve immár a főiskolához kapcsolódva az iskolák és óvodák, szakmai gyakorlatot vezető pedagógusai közel 130-an.
A tanári kollektívában tovább nőtt a tudományos fokozattal rendelkezők száma. Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományosság külföldön elnöki bizottsága Arany János életműdíjjal tüntette ki Kótyuk István nyelvészt, a tanárurat, akinek innen is gratulálunk a rangos elismeréshez. Főiskolánk, mint tudományos és kulturális központ számos nagy fontosságú rendezvénynek adott otthont, illetve maga is szervezett ilyet. Az immár hagyományos Rákóczi napok rendezvénysorozat keretében 5-5-ször került megrendezésre a felsőoktatási intézmények kóros találkozója, ahol rendszeresen találkoznak az anyaországi és határon túli főiskolások, hogy tanuljanak egymástól. Ezúttal a Munkácsi Államegyetem népi kórusa, a Beregszázi Egészségügyi Kollégium kórusa, az Egri Eszterházy Károly Főiskola férfi kamara kórusa, a Párciumi Keresztény Egyetem vegyeskara és Magyarország nagymúltó 1739 óta folyamatosan működő négy szólomú énekkara, a Debreceni Református Kollégium kántusa vett részt a közös tanulási folyamatban. Ugyancsak a Rákóczi napok alkalmával került sor nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés címmel nemzetközi tudományos konferenciára, amelynek különös aktualitást adott a vonatkozó ukrán miniszteri rendelet, a 461-es, illetve az erősen vitatható emelt szintű érettségi rendszer. Hiszen a tudományos fórumon arra kerestük a választ, hogy végzetesen megrendült-e a magyar nyelv presztízseit Kárpátalján. Vajon a kárpátaljai magyar szülők ezeknek a rendeleteknek a hatására iratják ukrán tannyelvű iskolákba gyermekeiket, vagy immáron súlyos zavarok mutathatóak ki identitásukban is. Valójában fennmaradásunk esélyét vizsgáltuk, hiszen tudjuk, nyelv nélkül nincs nemzet, olyan nyelv nélkül nincs nemzeti kultúra. Helyt adtunk, felsorolása is hosszú lenne számos kiállításnak, amelyek közül talán a jubileumi Erfán Ferenc kiállítást bátorkodom kiemelni. Ennek keretében a művész II. Rákóczi Ferenc üvegre megfestett portréját adományozta a főiskolának, melyet az Esztergom teremben helyezték el. A technikai háttér az infrastruktúra biztosítása érdekében lehetőségünkhöz mérten folytattuk Beregszáz főtérjén álló főépületünk felújítását és tartalommal való feltöltését. A végzős hallgatók már szemtanúi lehettek annak, hogy immár tisztelettáblát avattunk az intézmény épületének rekonstrukcióját támogatóknak a Kossuth téri épület bejárati csarnokában. Ehhez eddig 75 magyarországi település önkormányzata, 8 megyei önkormányzat, 4 közalapítvány, 3 alapítvány, 3 kör, illetve 6 egyesület, 14 magánszemély, kórusok, néptánc együttesek járultak hozzá, azaz 118 közösséget mozgatott meg ez az akció. Az akkor leleplezett első tisztelettáblát, amelyet Holovács Béla Makkos Jánosi fafaragó mester készített, immár 4 egészíti ki azóta. És hosszú időre jelzik, kinek köszönhető az épület átadása a főiskola tulajdonába, és kik járultak hozzá ebben az évben a 100 éves épület tanulításához. Fontos adalék a technikai háttér megteremtése tekintetében, hogy a Föld szeretete, a Haza szeretete címmel megrendezett mezőgazdasági könyvhónap alkalmával 15 magyarországi kiadó hozta el kiadványait hozzánk a főiskolára. A 3,6 millió forint értékű könyvcsomag Kárpátalján maradt fele-fele arányban a főiskolán és a Terradénán. Több mint 6000 könyvet gyűjtött intézményünk számára 100 halombatta városa, és többek között ennek az adománynak köszönhetően sikerült külön szép irodalmi részleget nyitnia a főiskola könyvtárának, illetve a megírt tudományos művek, szak- és diplomadolgozatok ezentúl külön termet kaptak. E termek bútorral való felszerelését nagyrészt Budapest 11. kerületének köszönhetjük, akik egy nagyobb szállítmánnyal támogatták intézményünket. Itt szeretném megköszönni az érintetteknek a jó szándékú adakozást, és egyben jelezni, vigyék tovább a hírét, a belső felújítást, jelenleg az alaksorban folynak a munkálatok, a tető felújításra követi, melyet nagyon sok cseréppel fettek, cseréphegyeket lehet vásárolni. A főiskola alapítása óta azt is tudjuk, hogy nagyon sok munka vár még ránk. És úgy néz ki, nem csak az épület felújítása felé. Talán nem látványos, de azon munkálkodtunk, hogy megszilárdítsuk intézményünk pozícióit, amelyeket az elmúlt évben megpróbáltak kétségbe vonni, lenyírtak szárnyainkból.
Megfeszített munka eredménye, hogy ettől az évtől ismét egyetemi szintű képzést folytathatunk a történelem mellett biológia, ukrán, matematika, magyar és tanítói szakon. Másrészt, miután az oktatási tárca rendszeres kihívásoknak teszi ki a felsőoktatási intézményeket, sőt az ukrán felsőoktatás modernizációjának parlament előtt levő tervezete radikális és gyökeres változásokat idézhet elő, amely érzékenyen érintheti intézményünket is, főiskolánk egyfajta stratégiaváltás küszöbén áll. Úgy látjuk ugyanis, hogy a kárpátai magyarság legnagyobb problémája a magyar érettség és a felvételi ügyében nem számíthatunk gyors áttörésre. Az új felvételi rendszer viszont erősen megszűri a felsőoktatásba tartó fiatalokat, a középiskoláink végzőségének jelentős és az emel szintű ukrán nyelv és irodalom érettség miatt hátrányos helyzetbe kerülnek. Vagy be sem jutnak a rendszerbe, vagy állami egyetemeken a többségük a fizetett helyekre csúszik le. Lehetőségeinkhez képest a kialakult helyzetben úgy próbálunk segíteni, hogy a már bejutottak elé nem gördítünk további anyagi akadályokat. Úgy döntöttünk, hogy a Rákóczi Főiskolán minden nappali tagozatos első diploma megszerzésére irányuló képzés ingyenes lesz. Másrészt gondoltunk azokra is, akiknek az idén nem sikerült a felvételi. Szeptembertől olyan nappali tagozatos előkészítő képzést indítunk, ahol jelentkezők ukrán és a főiskolán tanulható szaktantárgyak valamelyikét tanulhatják részben ukránul is. Ebben az esetben sem kérjünk a diákoktól tandíjat, de elvárjuk, hogy sikeres felvételi esetén nálunk folytassák tanulmányait. Itt szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy több szakra és több intézményben nyújtsák be jelentkezésüket, és majd a felvételi után eldönthetik, hogy hol folytatják tanulmányaikat, akár két szakon is, de ezzel növekszik az esélyük a rendszerbe való bekerülésre. Ami a hozzánk érkező felvételizőkre vonatkozó eddigi adatokat illeti, mi csak azt tudjuk bejelenteni, jelentkezés július 29-én zárul, hogy a létező szakok közül ebben az évben a legnépszerűbb a könyvitel és auditálás szak. Itt a 30 helyre eddig már 50 jelentkező van. Ezt követi a tanítói, vagy a történelem és az angol szakok. Tisztelt végzős, én már perceken belül diplomával rendelkező diákok, kollégák. Nagyon fontos, és nagyon remélem, diplomával a kézben a tudásban való hitük megmarad. Kossuth szavaival mondom, ebben a mostanság különböző oktatási rendeletekkel szorongatott helyzetünkben a politikai bölcsesség nem abban áll, hogy a kénytelenségnek engedjünk, hanem abban, hogy a kénytelenséget megelőzzük. A mi felelősségünk, és mától kezdve az önök felelőssége is, hogy a ránk telepedett bajok leküzdése véget, népünket a tisztánlátásra, az idők jeleire figyelmeztessük. Ehhez kívánok erőt, sok sikert és tartást. Köszönöm szépen! Kedves tanáraink, vendégeink, diáktársaink! A komoly gondolatok után én egy anekdotával szeretnék kezdeni. Megkérdezik az elismert tudóst, mennyi idő alatt tudna megtanulni spanyolul. Hát, egy másfél év biztosan kellene, válaszolja a tudós. Ezután megkérdezik a híres professzort is ugyanerről, s ő is hasonlóképpen nyilatkozik. Majd végezetül megkérdezik a főiskolást. Mondd, mennyi idő alatt tudnál megtanulni spanyolul? Miért? Holnap széhátig? Ez a 4 vagy 5 év is egy nap volt. Ebben az egy napban sok mindent bele kellett sűríteni, megvalósítani, amire ígéreteket tettünk már a nap elején is. A főiskolát bármáron befejezzük, a felsősöket tiszteljük, a pótvizsgák rendszeres részvevői leszünk. De nagyon sok olyan dolog is volt, ami persze megkönnyítette a feladataink teljesítését. A jó és segítőkész tanárok. Az, hogy anyanyelvünkön tanulhattunk, hogy közösségben és barátok közt lehettünk. Köszönjük! Úton útfélen eszünkbe fog jutni az itt eltöltött idő. Akár a leglehetetlenebb helyzetekben is.
Talán pont akkor, amikor kezünkbe fogunk egy könyvet. Vagy talán pont akkor, amikor egy bizonyos dal szólal meg a rádióban. Vagy akkor, amikor mi leszünk a vizsgáztató asztal másik oldalán. Igazából mi nem is akarunk elbúcsúzni. Részben azért, mert sokan visszajövünk még, részben pedig a diplomát vétele után sem tűnik meg a közösségbe való tartozásunk. Nem elköszönni jöttünk, hanem megköszönni. Egy klasszikus jó tanácsával búcsúzom. De végre is a kákán csomót keresők nem számítanak. A lényeg a fő, hogy Bocsán Iván igenis 21 éves korában elnyerte a Nobel-díjat, és ilyen nagy jelentőségű tudományos jutalmat egy poétikusan ifjúkorban megszerezni példátlan nagyszerű teljesítmény. Még akkor is, ha egyesek előtt talán szépséghibának tűnik majd, hogy Bocsán Iván a fizikai Nobel-díjat a Makó nevű kártyajátékon nyerte el. És hogy jön ez ide? Megkérdezzétek. Szelinger halhatatlan hősének Holden Kófér szavaitban fejezem. Ez az egész, amit el akartam mondani. Elmondhatnám talán még azt is, milyen iskolába megyek jövő ősszel, ha innen kikerülök. De ehhez már nincs kedvem. Mert honnan tudná az ember, mit fog csinálni, amit még meg nem csinálta? A válasz? Sehonnan. Én azt hiszem, igyekszem majd. A bátyám megkérdezte, mit gondolok erről az egészről, amit most nektek is elmondtam. Ha tudni akarod az igazat? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy mindenki hiányozni fog majd, akiről meséltem. Ha elmesélted, mindenki hiányzik majd. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt kollégák, kedves vendégek, kedves friss diplomás kollégák! Ismét itt vagyunk Isten házában, és hálával ismét elmondhatjuk valamelyik felmenőm által választott családi igénket. Mindeddig megsegített minket az Úr. Sámuel 7:12. Hálát adhatunk mindnyájan, hogy megértük ezt a napot. 20 esztendővel ezelőtt még nem álmodhattunk arról, hogy egyszer anyanyelvünkön köszönhetjük a friss diplomásokat, de még 1994-ben, 15 éve, amikor alapítottuk az intézményt is, több volt a kételkedő, mint aki hitt bennünk, hogy kiépíthető itt egy ilyen intézmény a vidéken, ahol értelemmel, anyanyelvükön sokáig nem tanulhattak. És hihetetlen volt, hogy elismert képzés is lehet abból, a tudásból, amit magyar nyelven kap a diák. Bebizonyítottuk. Immár 9. alkalommal gyűltünk össze, hogy diplomát adhassunk azoknak, akik megküzdve az előírásokkal, a választott tudományok rendszerével megértették e nemes, felemelő pillanatot. Mivel kellett megküzdeniük? Az előírásokkal, a szeretem és nem szeretem tantárgyakkal, de legfőképpen önmagukkal. Mert a tanulás ezen a szinten, a felsőfokon elsősorban elhatározás kérdése, különösen azok számára az, akik már jó néhány éve a katedra tanári asztalánál, annak másik oldalán ülnek, állnak, és otthon várja őket férj, feleség, család, gyerek, családi és egyéb közösségi teendő. Nekik szeretném először gratulálni, mert legyőzték magukban a kis hitűséget és az elodázó hangulatot, az eljáró arra még érzést. Elkezdtek tanulni, felismerve a kor kihívását, bár egymás közt legyen mondva, az élethosszig tanulást nem a bolonya találta ki, hisz őseink is mondták, hogy a pap holtig tanul, mégis tanulhatlanul hal meg. Hálát adhatunk azért is, mert idejében felismerték a lehetőséget, és idejében elkezdtek tanulni. Nagy részük ugyanis ebben a tanévben, önhibáján kívül, miután soha nem tanulta az ukrán nyelvet, nem ismeri azt, nem is nyerhetett volna felvételt, és örülök, hogy intézményünk ezért lehetőséget tudott adni önöknek,
hogy elhatározásukat megvalósítsák, és sikerrel eljuthattak életük egyik fontos állomásához. Új életminőséget jelenthet ez a nap, mert felveheti az értelmiségi habitust, amit reményeink szerint intézményünk szellemisége is formál és meghatározott, és amolyan Rákóczissá vált. Ezt a habitust viselhetik és viselnék méltósággal mindnyájan. Adjon tartást akkor is, amikor nehézségekkel kerülnek szembe, mert a mai napon kapott oklevél csak egyik alapfeltétele, egyik lehetősége a jövőképüknek. Különösen igaz ez azok számára, akik pályakezdőként lépnek fel Isten házából. Lehetőség csak akkor válik valósággal, ha azért önök is tesznek. Ne számítson senki arra, hogy kilépve innét önökre várnak a munkadók, hogy végre elcsábítsák is, nem a gazdasági válság lesz az oka, bár a média így tartja. Ez egy újabb tényező a sok közül, ami majd befolyásolja életüket, karrierüket. Lényegesebb az, hogy a világ ezen fertáján ugyanis a valódi akadály, amivel meg kell küzdeniük, inkább az általános szemlélet és a gyakorlat. Itt, saját környezetünkben nem működnek a szabad versenyről, munkaerőpiacról szóló elméletek, amit a tankönyvek oly nagyon tükröznek. Itt kapcsolati, politikai, familiarizációs rendszer működik, és azon múlik sok-sok karrier. Nem szeretném letörni kettőket, mert az a tapasztalatom, hogy bármilyen körülmények közepette is élünk, bárhogy beszökülhetnek lehetőségeink, akkor is találhatunk valamilyen mozgásteret, és azt kihasználva mindig tehetünk valamit, ami csak fantázia és akarat kérdése. A lehetőségek pedig egymást szülhetik. Ha nem várjuk a messiást, a jó királyt, a cáratya csuskát, stb., aki majd egyszerre minden problémánkat megold, csak jobba kell lenni vele. Esetleg elvárásainknak megfelelően meg kell környékezni. Majd ők helyettünk elvégzik, megcselekszik, amit meg kell lépni, csak ki kell várni az időt, mert most is itt éppen semmit nem tudunk tenni. Tehetetlenek vagyunk. És rajtunk semmi nem múlik, mondják önök is, sokszor vizsgálőt. A tanár volt az, aki nem adott jó jegyet, a tanár volt az, aki megbuktatott, aki miatt nem kaphatom át a diplomát, és így tovább. Azt gondolom, hogy ez az állapot, ez a tehetetlen állapot halmozhatja és halmozza is a problémákat, ami magába hordozza a mulasztás bűnét és az önfeladást eredményezi végeredményben. A maguk feladata lesz nem a meghátrálás, hanem az, hogy saját elveik alapján tágítsák folyamatosan azt a teret, amelyben a magyar kultúra él. Ne felejtsék Márton Áron püspök szavait. Minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni, s addig él, amíg életét saját erejével tudja táplálni. Mit tehetünk? Tehetnek önök ezért? Először is ne csüggedjenek, de ne gondoljuk, hogy az üveghegyen túl, a határ túloldalán lesz valaki, vagy valakik, aki vagy akik mindent megoldanak helyettünk. A csodavárás helyett inkább válasszák azt az utat, amelyiken el szeretnének indulni. Erős elhatározással, kemény munkával, tevőlegesen, napról napra, lépésről lépésre törekedjenek a választott útnak a bejárására, ahogy intézményünk is sugallja, mert ez a Rákóczi Főiskola szerelme, amely a semmiből épült akarattal, amihez az Úr rendelt a legnehezebb időkben is eszközt. Ez egyébként az egyetemes üzenet, amit útravalóul itt
az intézményi búcsú pillanatában a magam és a munkatársak nevében adhatok. Az útra való nem más, mint Madách szavaival az Úr üzenete az embereknek. Ember küzd, és bízva húzzál. Végzettség igazoló diploma átvétele alkalmából ünnepélyesen esküszöm, hogy országom alkotmányos jogszabályait megtartom. Hazámhoz és nemzetemhez hű leszek. Felelős értelmiségként a megszerzett tudásomat az emberiség szolgálatába állítom. Isten engem úgy segélyen. Felkérem dr. Sós Kálmán rektor urat és dr. Orosz Ildikó elnökasszonyt, hogy adják. Magyar történelem, ukrán-magyar, magyar és történelem szakon végzettek. Kérem a hallgatókat, nevük elmondásának sorrendjében vegyék át a diplomájukat. Biológia szakon 19 végzős hallgató. Bach Angéla. Bakó Bajdos Lívia. Demeter László. László Melinda, Lőrinc Ágota, Mertel Erzsébet, Mező Anetta, Olasz Orsolya, Sándor Tibor, Seres János, Simon Marianna, Szallár Brigitta, Tóth Nagy Mília. Magyar történelem szakon 4 végzős hallgató. Séke Katalin, Fejes Renáta, Kódi Tünde, Szanyi Eladóra. Ukrán-magyar szakon 5 végzős hallgató. Baló Panika, Balcsi Irén, Jenei Bajnalka, Pataki Renáta, Szar Nikoletta. Magyar szakon 7 végzős hallgató. Bakos Mónika. Ignati Sinelva. Lackó Éva. Rizskó Árnes. Sumi Katalin. Szirmai Viktória. Szar Katalin. Good.
Thank you.
Gabriella, Csarkóc Marikó, Rankovics Viktória, Rász Zsanna, Boliszkaja Angéla, Hagymási Erzsébet, Hajla Bianca, Horváth Erika, Horváth Csuri Marianna, Lapag Renáta, nem azért. A 90. voltát 12. versével köszöntöm kedves fiataljainkat. Ahogy már Mózes imádkozott, taníts minket visszámlálni napjainkat, hogy bölcsi feljussunk. Ezt kívánom, hogy bölcsen éljétek meg életeteket. Krisztusban, kedves testvéreim, tisztelt vendégeim, kedves szülők, kedves végzősök! Én azt hiszem, hogy egy kapnak illően felolvasni egy igét, amely nem lesz olyan hosszú, de lényegében nagyon fontos szerepet játszik minden embernek az életében. Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveleinek egy darabosikát szeretnénk felolvasni, egy mondatot. Engedelmeskedjetek előjáróitoknak, és vessetek magatokat alá nekik, hiszen úgy őrködnek ők fölöttetek, mint akik számot fognak adni lelketekért. Hadd tegyék ezt örömmel és nem sóhajtva, mert ez nem szolgálom a javatokra. Imádkozzatok értük, hiszen bízunk abban, hogy tiszta a lelkiismeretünk, mert mindenben jól akarunk eljárni. Annál inkább kérlek titeket, tegyétek így, hogy mielőbb visszakapják a békesség Istene pedig, aki a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, a halálból kivezette az örök sötétség verében. Tegyen tökéletességét titeket minden jóban, hogy megtegyétek az ő akaratát. Itt felteszem egy kérdést, kedves itten lévőkhoz. Vajon mi az akarata az Istennek? Szerintem mindenki másféleképpen válaszolna erre a kérdésre. De megemlékeztetem, kedves itt lévőket, hogy az Isten azt akarja, ami a két fő parancsolatban mondta el. Szeresd az Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, és a fele barátodat, mint saját önmagad. Hát itt ebben a két mondatban, vagyis pontosabban ezzel a két mondattal szeretnék befejezni a mondatomat, mert valójában az élet előttetek van. Az élet nem könnyű, és ezt már nem egy ember mondta el, sokszor kell lesz döntéseket hozni, sokszor kell lesz átgondolni,
de amikor hozzátok azt a döntést, amikor gondoltok át, akkor saját magatokra gondoljatok meg, hogy vajon, amit én meg fogom tenni, az jó lesz-e nekem. Hálát adom mindazért, amit vagyunk és amink van. Ami mi se könyvűvé valunk ez a gondolat. Amik vagyunk születésünktől kezdve, minden évben fejlődni kell. És közben kapunk is valamit, amik van. Most sokan hisszük, hogy amik ők maguk kaptak ebben az évben lelki emelkedést, és amit kaptak, akár diplomát, akár másfajta tudást, az mind hozzájárul ahhoz, amik ők maguk. Nem kell elfeledkezni arról, hogy nem csak amink van, hanem amik vagyunk mi magunk, abban tovább kell fejlődni napjainknak. Hálát adunk Istennek azért, amik vagyunk, amik lettünk, és amik van, és kérjük továbbra is áldását. Engedje ebben való fejlődést, és az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása és kegyelme segítsen mindannyiunkat ebben. Munkácsi görögkatolikus egyház nevében püspökünk felkért, nem tudott eljönni, hogy én szólaljak fel. Én egy egyszerű dologgal szeretnék csak a légzésünkhez fordulni. Mikor az úszó bajnokság volt Budapesten, egy úszónő kijött a medencéből, és az újságíró egy mikrofont ültött a eléje, és egy kérdést tett fel. Azt hiszem, az a kérdés lenne magához, hogy mi magának az életben az első. Azt hiszem a sport. Ránézett, nem bírt beszélni, mert úszás után volt, és azt mondja, maga téved, az Isten nálam az első. És utána a sport, nem, utána a család. És a sport milyen helye van? Ez a harmadik helyen áll. És a férjének, a férjem mit szól ehhez, hogy nem ő áll az első helyen? Mert nála is az Isten az első helyen. És remélem, hogy én állok nála a második helyen. Ezért mondtam ezt el, hogy igen, az a Szentlélek jöjjön le hozzátok, és áldjon meg titeket, hogy igen, mindig az Isten legyen nálatok az első helyen. Családotok, mert a család ez nagyon fontos, és utána minden, ami fontos az életben. Az Úr áldása reátok, most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Amen.
kell már. Ennek a 16. Hogyan érzi, hogy a